Köszöntöm a nézőket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják. Tartsanak velünk! Jogállami kerekasztal. Előadás az alaptörvényről Pécsen. Az alapoktól a mesterséges intelligenciáig. Informatikai képzés nyugdíjasoknak. A stroke finom jeleinek felismerése a cél. Stroke prevenciós napot rendeztek Pécsen is. Életet mentett a mulatós zenész iskolaőr. Országos elismerést kapott a Baranyai Hős. 20 éves a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány. Az Orvosi Egyetem aulájában ünnepeltek. Jogállami kerekasztal címmel előadást szervezett a Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével szerdán Pécsen. A rendezvény egy országos sorozat része, amelynek célja megismertetni az alaptörvényt. Az ez során előadást tartott többek között dr. Juhász Imre, az Alkotmánybíróság elnöke, az eseménynek a Magtár rendezvényház adott otthont. Minden magyar polgárnak meg kell ismernie az alaptörvényt, ezért egy országos sorozat részeként mutatják be jogállami kerekasztal beszélgetés keretében Magyarország alaptörvényét. Pécsre az Alkotmánybíróság elnöke dr. Juhász Imre is ellátogatott, ahol előadásában rámutatott az alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. A jogállami kerekasztal körülbelül 10-11 éves múltra tekint vissza. Az alaptörvény hatályba lépése után jött az az ötlet, mikor elég sok nemtelen támadás is érte az alaptörvényt, hogy egy picit próbáljuk meg elmondani szélesebb körben, hogy mit is jelent. Úgy a részletszabályai, mint mondjuk az elvei az alaptörvénynek, és hogy ez egy picit fogyasztható legyen, ezért a kultúrával vegyítve ilyen kerekasztal jelleggel gondoltuk ki ezt a programsorozatot. A nemzeti hitvallást Hüvösvölgyi Ildikó Kossuth Díaz színművész olvasta fel. Isten áld meg a magyart! Nemzeti hitvallásunk. Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Mai felbojdult világunkban szükségünk van a megerősítésre. A hitvallásunk is ezt célozza meg, mondta a művésznő. Igen, megtisztelő ezeken a jogállami kerekasztalokon részt venni, mert sokat tanul az ember ilyen fantasztikus jogásoktól, meg egyáltalán. Néha nagyon is fontos, hogy olyan dolgok kerüljenek az ember kezébe, mint a nemzeti hitvallás. Ugye egyrészt én, mint színész, elolvasom a nemzeti hitvallást, amit szerintem nem sokan tudnak, hogy miről is van szó igazából. És igazán szívem szerint szól ez a dolog, hogy a mi magyaroknak hogyan kellene büszkék lenni magunkra, mit tett István királyunk. Én még Reményik Sándor verseket fogok mondani, amely szintén arról szól tulajdonképpen, hogy mit jelent nekünk a hazánk, mit jelent nekünk Magyarország, hogyan kell élnünk, és hogy hogyan kell gondolkodnunk ezekről a nagy dolgokról, főleg ma, amikor minden ellenünk van, minden felbojdul körülöttünk. Tehát kell egy olyan irányvonal, kell egy olyan fonal, amely vezet minket, és megerősít, mert hazudik, aki azt mondja, hogy nincs szükségünk megerősítésre. Megerősítésre van szükségünk, hogy mit jelent magyarnak lenni, mit jelent családban élni, mit jelent fölfelé nézni Istenre. Nagyon fontosak ezek az összejövetelek. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. A jogállami kerekasztal több mint egy évtizede indult útjára. A beszélgetésen részt vett az alelnök Tordáné dr. Petneházi Judit. Ez 2013-ban indult, mert ugye akkor volt az alaptörvénynek ugye a különböző vitái, meg egyeztetések, és akkor indult, mert úgy gondoltuk, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, azért egy ország életében egy ilyen, és hogy kellene róla beszélni sok mindenről, a vele kapcsolatos jogi dolgokról, kérdésekről,
meg hát ennek a szakmai hátteréről. És volt egy elnökségi tagunk, aki közben ugye alkotmánybírósági tag lett, akkor lemondott az elnökségről és a tagságról is, de tulajdonképpen őt kértük fel utána akkor, hogy jöjjön és tartson ezzel kapcsolatosan előadást, aztán volt egy év, amikor nem ő, hanem más alkotmányjogász tartott, de bejártuk az egész ország területét, aztán határon túli területeken is voltunk, nagyon-nagyon érdekelte őket, és Marosvásárhelyen is voltunk, Csíkszeredába, Felvidéken voltunk, tehát nagyon-nagyon sok helyre eljutottunk vele, és nagyon érdekes, mert ugye az alkotmányhoz, illetve hát az alaptörvényünkhöz rengeteg egyéb jogszabály kapcsolódik, mint tudjuk, és ezeknek a különböző kérdéseiről is akkor szó került, ami ehhez kapcsolódott. És nagyon érdekelte az embereket, és sok jó előadás hangzott el. Az alaptörvény változik, úgy, ahogy a társadalom is változik, hangsúlyozta az Alkotmánybíróság elnöke. Ezekre a kihívásokra nem biztos, hogy az alapító atyának adott esetben gondolnia kellett volna. Tehát önmagában az, hogy van egy módosítás, én mindig jobbnak gondolom, hogyha az alkotmányozó hatalom módosít, mint hogyha más megoldásokat találunk erre. Mert azért a nagy világban van arra törekvés, hogy ne a tagállamok, és mondjuk alapszerződés módosítással adott esetben ne a törvényhozó, hanem mondjuk valamiféle új bírósági jogértelmezéssel történjenek meg áthangolások és átértelmezések. És azt gondolom, akkor még mindig jobb, hogyha ez a törvényhozó ágát vált, nyilván az alaptörvény esetében az alkotmányozó hatalomnál van. A jogállami kerekasztal a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében érkezett Pécsre. Maga a témaválasztás az általában vagy megkeresése történik, vagy pedig azokat az aktuális kérdéseket vetjük föl, amelyek akár magyar nemzet szintjén, akár országos szinten, vagy pedig helyi szinten lehetnek érdekesek. Ez nem sokára a helyi szintű érdeklődésbe is fog hajlani, amikor egy picit majd arról is fogunk beszélni, hogy merre és hogyan fog Pécs tovább haladni ebben az érdekes politikai helyzetben, de ez egy más kérdés lesz és más téma, de hamarosan ilyenekkel is fogunk jelentkezni. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. Az eseménynek a Magtár Rendezvényház adott otthont. Hogyan kell megnézni az egészségügyi adatainkat a neten, vagy időpontot foglalni az orvosnál, vagy éppen hogyan kell használni a mesterséges intelligenciát? Nyugdíjasoknak szerveztek képzéseket a kezdőktől a haladókig egy egyesület szervezésében Pécsen. Idősek a monitorok előtt ebben a pécsi teremben. Ők most azt tanulják meg, hogyan intézhetik ügyeiket az interneten. Egyikük azt mondja, van olyan ismerőse, aki semmit nem tud ezekről az ismeretekről. Van egy okos telefonja, mert a gyereke már unja, hogy a diplomás anyja semmit nem tud az internetről sem, de csak telefonálni tud vele, és még annyit, hogy föl lehet őt hívni Messengeren. De semmi más nem tud. Hogy fog ő jövőre időpontot foglalni az orvosnál, ha nem lehet másképp? Törteli Ildikó szerint több hasonló képzést kell szervezni a nyugdíjas korosztálynak, mert ma már szükségük van az informatikai ismeretekre a mindennapi életben, és ezt nem tanítja meg nekik senki. Mert a gyerekeink oda jönnek, akkor inkább megcsinálják helyettünk, mert sose érnek rá, vagy rakétasebességgel bögdösnek 20-at a számítógépen is el van intézve, és nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy főleg az időseket, akiknek nem volt módjuk arra, hogy ebbe belenőjenek, és sajnos sokáig nem is gondoltuk azt, hogy ennyire rá fogunk kényszerülni arra, hogy ezeket az ismereteket birtokoljuk, hogy valaki tanítsa őket. Ezen a képzésen nem csak az alapokat sajátíthatják el az idősek, aki már rendelkezik informatikai ismeretekkel, megismerkedhet a mesterséges intelligencia használatával. A meglévő számítógépes tudásomat szeretném kiegészíteni, és amit most tanulunk, mert többféle szekcióban lehet ezt a tudást gyarapítani, amit most tanulunk, az engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Legfőképpen azért jelentkeztem ide, hogy magam kis plakátokat, szórólapokat szerkeszteni tanuljak,
esetleg kis videót vágni, tehát ilyen tudásra szeretnék szert tenni. Dombi Erzsébet azt mondja, az időseknek is haladniuk kell a korral, még akkor is, ha a veszélyeket rejt számukra a net használat. Ezért kell megszerezni a tudást. Ma már minket idősebb embereket naponta ér olyan atrocitás, hogy a számítógépes adatainkon, az interneten elérhető adatainkon át próbálnak becserkészni a csalók. Na, ez bizony, ez egy élő probléma, előfordulhat ilyen is, de hát muszáj használni. Ugye a géprombolással nem oldották meg annó, akkor sem a fejlődést. Hát én úgy gondolom, hogy az időseknek is muszáj felzárkózni. A képzést egy nyugdíjas egyesület szervezte meg. A mai világban már ennélkül nem lehet boldogulni, csak nézzük az ESZ-t, stb., tehát amiben be kell tudni jelentkezni. Sok házi orvoshoz is úgy lehet, hogy interneten keresztül bejelentkezni, tehát szükségünk van erre a képzésre. És ennek a képzésnek kettő szintje van. Az egyik szintje az, amikor ezeket az alapképességeket, hogy tudjak használni ezeket a kezelőfelületeket, ezeket tanulja meg egy csoport, és van egy haladóbb csoport, aki már a mesterséges intelligenciával, a Word Excel táblázatokkal, a Canva programokkal foglalkozik, úgyhogy így raktuk össze ezt a programot. Jelenleg 20-25 főnek tudják biztosítani az informatikai képzést. A jövőben szeretnének további tanfolyamokat szervezni. Ha van lehetőség, akkor ugyanúgy bővíteni fogjuk ezt, hiszen nem csak ez a 20-25 fő az, akinek ez fontos, hanem annak az 1200 fős tagságunknak, ami van annak, tehát minden tagjának jó lenne, hogyha el tudnánk juttatni ezt a tudást hozzájuk. A pécsi székhelyű szervezet az önkormányzat egyik pályázatán nyert támogatást a mostani képzés megszervezésére. Ezt szeretnék folytatni a jövőben is, ha lesz újabb lehetőség a támogatásra. A Magyar Stroke Társaság a Rotary klubokkal karöltve országos stroke prevenciós napot szervezett múlt szombaton. A cél, hogy a laikusok is időben felismerjék a stroke finom klinikai jeleit, és így a lehető leggyorsabban érkezhessen a stroke beteghez a szakértő segítség. A bemutatóval egybekötött prevenciós napot Pécsen a Nagy Bevásárlóközpontban rendezték meg. Évente 25-30 ezer a stroke által sérült betegek száma Magyarországon. Ez már egy csökkent adat a korábbi évekhez képest, bár még ez is nagyon jelentős. Ma már sokkal jobban kezelhető a stroke, mint 15-20 évvel ezelőtt, mondta dr. Szapári László, a Pécsi Tudományegyetem neurológus professzora a Pécsi Stroke Prevenciós Napon október 12-én. Ha a beteg időben megérkezik egy sürgősséggel és egy stroke centrumba, akkor elég jók a kimeneteli esélyek. De hangsúlyoznám, ha időben. Tehát, hogy az első fázis a betegség felismerése, a tünetek észrevétele és a mentő riasztása milyen sebességgel következik be, az kulcskérdés. Tehát ezen rendezvényeképpen ezt célozzák meg, hogy a stroke ismereteit, a tünetek felismerését, és hogy kell reagálni, ezt minél szélesebb körben terjesszük. A stroke-nak vannak klasszikus látványos tünetei, melyek még a kezdeti időszakban jelentkeznek. Bármilyen károsodás történik az agyban, akár egy ér elzáródik, agyvérzés keletkezik valamelyik oldalon. Ebben az esetben mindig az ellentétes oldalon keletkeznek a tünetek, tette hozzá a professzor. Elcsempül a beteg szája, tehát félreáll a szája, nem tud rendesen mosolyogni, legyengül az az oldala, nem tudja a kezét vagy a lábát emelni, többnyire beszédzavar is társulhat, ez attól függ, hogy melyik oldali a károsodás az agyban. Tehát általában erre oktatjuk a közönséget, hogy ilyen esetben, ha ilyen gyanú van, hogy valakinél egy hirtelen beszédzavar van, vagy hirtelen végtaggyengeség van, vagy szájcsempeség van, akkor gyorsan tesztelje le ezt, hogy ez valóban mennyire valós, és tulajdonképpen a negyedik tünet az a mentős telefonszám, tehát azonnal sürgőségi szinten hívni a 112-t, és ha a referálás adekvántan történik, nyilván mentős kollégák nagy pontossággal egy kérdővel alapján fogják kikérdezni a hozzátartozót, tehát segítenek a kérdések megválaszolásában, de hogyha ezek a kulcskérdések vagy a kulcsválaszok elhangzanak, végtaggyengeség, beszédzavar, szájcsempeség észlelhető a betegnél, akkor a mentőszolgálat azonnali szinten intézkedik. Már a beszélgetés alatt útnaindítja a kocsit, és a beteg a legnagyobb sebességgel a sürgősségre fog kerülni. A legfontosabb a megelőzés lenne, és az, hogy ne legyenek sztrókos esetek, hangsúlyozta a professzor.
És ha is Magyarországon egyre fiatalabb korosztály kezd érintetté válni, tehát az, hogy nem szabad megengedni, hogy a 30-as, 40-es generáció az elhízás, a mozgásszegénység, a dohányzás, tehát, és ezáltal gyakorlatilag a rizikófaktoroknak, mint vérnyomás, cukorbetegségnek a nagyon korai megjelenése. Ezek megjelennek, ezért egyre fiatalabb korosztálynál lesznek érproblémák, szívproblémák, és ennek következtében jönnek a fő betegségek, a szívinfarktus és a stroke. A prevenciós nappal a stroke finom jeleinek felismerésére hívták fel a figyelmet, ugyanis ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés, a gyógyulás szempontjából. A Magyar Stroke Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Rotary Klubok közösen szervezték meg ezt a napot, melybe a Rotary Klub Pécs is bekapcsolódott. Magyarországon 19 városban egy időben a mai nap folyamán folyik. Valahol sportesemény kapcsán történik ez a megelőző tájékoztatás, valahol a plázában van, valahol az árkádban, mint például Pécset. Tehát sokszínű ez a fajta dolog. Az a lényeg, hogy a stroke jeleiről tulajdonképpen tájékoztassuk a nagy közönséget, és időben szóljanak a mentőknek arra, hogyha valami fajta, ilyen fajta jelet, stroke jelet tapasztalnak bárkinél, akár az utcán, akár a otthon, akár a lakásban, vagy kint a közterületeken. Az eseményt Pécsen a belvárosi nagybevásárlóközpontban tartották. Itt a nagy közönségnek a szakemberek bemutatták a stroke felismerhető jeleit, és a megfelelő cselekvési folyamatot is demonstrálták. A szűrőprogram során vérnyomás és vércukormérés is volt, valamint orvosi konzultáció lehetőséget is biztosítottak. A mentősök egy újra élesztési bemutatót tartanak óránként, amikor bemutatják tulajdonképpen azt, hogy amikor egy olyan beteget találkozunk, akinek leálltak a működése, akkor hogyan lehet újjáéleszteni. Tehát ezek a fajta folyamatok mennek most délelőtt. A stroke prevenciós napot többek között Magyarország kormánya, a Nemzeti Laboratórium és a Pécsi Tudományegyetem is támogatta. Országos elismerést kapott a Baranyai iskola őr, aki másodállásban mulatós zenész. Egy nő életét mentette meg az egyik út mentén egy szeptemberi éjszakán. Éppen fellépésről jött, amikor a kiképzése során tanult életmentő technikát kellett alkalmaznia. Valahol a Vén-Dunánál csókka vár egy lány. Fejsze József a színpadon, aki már évtizedek óta előadó. Mellette iskolaőrként dolgozik, de hétvégente és szabad idejében fellépéseket vállal. Mulatós zenét játszunk, ez manapság elég divatos, de én már ezt 35 éve ezelőtt kezdtem. Azóta folyamatosan minden hétvégén járok fellépni. Van olyan, hogy egy nap háromszor is nyári időszakban, amikor vannak a falunapok és egyéb, de játszunk lakodalmakat is, bulikat, tehát bármi, ami zenés táncos rendezvény. Éppen egy ilyen buliról jött szeptember 15-én hajnalban, amikor Hetvehely és Bükköst között egy út mellett álló autót látott meg. Egy hölgy kiállt az útszélére, láttam ott áll egy autó, de közben már jött ki a hölgy, integetett. Azt hittem, hogy baleset, vagy vadat ütöttek el, ilyesmi. Megálltam, illetve félreálltunk az autóval, és akkor mondták, hogy meghalt a hölgy az autóba. És akkor gyorsan kiszálltam, oda mentem, megnéztem, ilyen félfekvésben volt az ülés, el volt kicsit fektetve, megnéztem, hogy van-e pulzus, légzés, láttam, hogy van, és akkor mondtam, hogy szedjük ki az autóból. József nem habozott, az ott lévők segítségével kiemelte az autóból az öntudatlan nőt. Félrevittük, akkor ilyen stabil oldalfekvésbe raktam a hölgyet, mivel volt pulzusa, ugye így akkor már ez a következő dolog. A légutait megnéztem, hogy tiszták-e, a nyelvét kicsit előre húztam, és ebbe a pozícióba próbáltam ébresztgetni, vagy élezgetni, és akkor magához tért. Közben szólt a barátnőjének, hogy hívja a mentőket. Bár a nő visszanyerte eszméletét röviddel, ezután epilepsziás rohamot kapott. Ezt az iskolaőr úgy szintén helyesen kezelte, megakadályozva ezzel a további sérüléseket. Időközben a mentők is a helyszínre érkeztek, átvették a beteg ellátását, majd kórházba szállították. Az iskolaőr később tudta meg, mi történt a nővel.
ebből lett egy cikk, és akkor azt ő elolvasta, és akkor rám írt cseten, és ott megköszönte egy hét múlva. Persze mindennek az lett a következménye részemről, hogy két hétig nem tudtam dolgozni önni, mert aznap szakadt az eső, ahogy lefért az égből, 5 fok volt, fújt a szél, és egy szálinkbe csináltam mindezt, úgyhogy kaptam egy jó kis tüdőgyulladást. De nem csak tüdőgyulladást kapott az életmentés után, hanem egy elismerő oklevelet is. Ezt az országos rendőrfőkapitányság adományozta az iskolaőrnek, aki munkája mellett tovább folytatja azóta zenei pályáját is. Íze fáj, nincs éjszakám, se nappalom, az életemet élni nem. 20 éves jubileumát ünnepelte a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány. Az elmúlt 2 évtized emlékeit idézték fel az es során, segítve a gyógyíthatatlan betegeket és családjaikat. A megemlékezést követően verses dalos műsorral ünnepeltek. A Baranyai Hospice Alapítvány 20 éves jubileumi programját a PTE EOK dr. Romhányi György aulájában rendezte meg. A bordalok, novellák és zenei műsorok mellett az alapítvány kurátora, aki családja révén ismerkedett meg a közösséggel, szintén megemlékezett az elmúlt évekről. Ebben a 20 évben nagyon sok mindent hoztunk létre, a narcisz sétákat a gyerekekkel, mikor ősszel elültetjük a narcisz hagymakát, és tavasszal pedig megcsodáljuk a gyönyörű virágokat, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt a városban és a megyében minél többen megismerkedjenek a hospice szemlélettel. A hospice nem rossz dologról szól, az emlékezésekkel vagy a hagyományoktól eltérően ez a hospice az életről szól. Mi azért dolgozunk, hogy az életet méltósággal tudjuk megélni. Baranyában nem volt ismert az elsősorban daganatos betegek hospice ellátása, ezért hozták létre az alapítványt 2004-ben. Nagyon sok munkát fektettek bele ennek az ellátási formának a fejlesztésébe. Mindezt azért, ha valakinek szüksége van rá, részesülhessen a segítségben, mondta dr. Csikós Ágnes, szakmai vezető. 20 év után úgy érzem, hogy ez egy ismert fogalom, és hogy tudják, hogy a hospice ellátás milyen segítséget nyújt gyakorlatilag az ápolók, orvosok mellett, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás áll rendelkezésre, hogy az otthonukban segítse a betegeket és a családokat, akik súlyos betegséggel élnek, és otthon szeretnének maradni, otthon szeretnének szakszerű és emberi ellátást kapni. Ezek voltak a célok, és azt gondolom, hogy ezeket sikerült megvalósítanunk, illetve nagyon fontosnak érezzük a szemléletformálást is. Tehát amellett, hogy betegeket látunk el, fontos az is, hogy minél többen tudjanak arról, fiatalok és idősebbek is, hogy a súlyos állapotú betegeket hogy lehet segíteni, milyen lehetőségek vannak. Tehát a tájékoztatás, szemléletformálás is célja volt az alapítványnak. Sikerült megvalósítani céljaikat. Jelenleg a szemléletformáláson dolgoznak, hogy fiatalok és idősek is megismerjék a lehetőségeket a súlyos állapotú betegek megsegítésére. Könyvbemutatóink voltak, filmbemutatóink voltak, sok olyan programot szerveztünk, például a Méltóság mezejét, ami egy szemléletformáló program, ahol a gyerekek, iskolások vettek részt Pécs, hát nagyon sok iskolájából, és örömmel jöttek akár óvodáskortól a gimnáziumban lévő diákokon keresztül, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen módon ők is ismerkednek a hospice szellemiségével, illetve azzal, hogy a betegeket hogy lehet segíteni, és hogy ebbe az időszakban nem elfordulni, hanem odafordulni kell a betegek és a családok felé, és hogy ezt tegyük egy kicsikét természetesebbé, hogy ez az időszak egy nagyon fontos időszak, és hogy lehet ezt olyan méltó módon megélni, segíteni, ami mind a családoknak, mind pedig a betegnek egy elfogadható időszak. Misete Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora szerint is nagy szükség van az alapítvány munkájára. Az egészségügy ezen területén az intézmény támogatja a közös törekvéseket. Az együttműködés az elsősorban azon keresztül valósul meg, hogy vannak olyan rendkívüli módon elkötelezett kolléganőink, kollégáink, akik ilyen irányú tevékenységet végeznek az egyetemi kereteken belül és azokon kívül is.
tudjuk azt jól, hogy a magyarországi szociális ellátórendszer azért hát hagy maga után kívánivalókat, és az öregedő társadalomban egyre többen vannak olyanok, akik krónikus megbetegedésekkel küzdenek, gyakran olyan betegségekkel, amelyekről tudjuk, hogy visszafordíthatatlanok, és a számukra adott gondoskodás, én úgy gondolom, az egyik legnagyobb értékmérője annak, hogy egy társadalom mennyire fejlett, mennyire képes gondoskodni ezekről az emberekről, és én nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan kollégináink vannak, mint Csikós Ágnes doktornő. Én csak egyet emeljek ki a többek közül, és akik időt és fáradtságot nem kímélve hajtják végre ezt a rendkívül felemelő, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy sok tekintetben igen-igen nehéz feladatot. A dalok versek kísérte megható emlékezésen többek között fellépett a Vivat Bacchus énekegyüttes is. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!